Sziasztok! Ma következik a krimi koronázó királynőjének. Klasszikusai következzék, Agatha Christie és az ő művei, ami hozzám kerültek. Sziasztok! Na ma egy olyan videóval jelentkezek, ami elég meglepő, ugyanis én jó pár évig mondtam azt ugye a csatornán, hogy nem szeretem Agatha Christie történeteit, és nem igazán szerettem meg eddig, de tavaly úgy döntöttem, hogy még egy próbát teszek vele, hát ha már értem annyit, hogy újra elővegyek egy Agatha Christie kötetet, és ez tavaly évben Halloweenkor a Halloween és Halál című kötet volt, azaz ez a kötet. Ugye ezt már visszavittem a könyvtárba, de a borítót azt itt látjátok, meg ha jól tudom, most lett kiadva új kiadásba, ami elég vagány kiadás, úgy az almás, nem tudom, almás kosárral nevezzem így. Minden esetre ez a kötet ugye hozzám került, és elolvastam, és meglepően nem találtam ki, hogy ki a gyilkos, és ezért úgy döntöttem, hogy kicsit folytatom Agatha Christie történeteinek az olvasását. Azt tudni kell, hogy ugye Agatha Christie az 1800-as évek végén született, és az 1970-es években halt meg, tehát látta az első és a második világháborút, és elég hosszú életet élte, hogy én láttam, méghozzá egy olyan korszakban, ami nem csak változásokkal, hanem mindenféle esemény, teljes eseményekkel volt tele, szóval elég sok változás látott a világból, hogy a nyugodt viktoriánus létből ugye, hogy alakult át teljes mértékben a világunk azzá, ami most, szóval szerintem nagyon érett és nagyon sokat látott írónőről van szó, és emiatt is tudott olyan nagyon frappánsakat és érdekes és izgalmas történeteket írni. Illetve láttam róla egy dokumentumfilmet, amiben az írás készségét, az írás tehetségét boncolgatták, és az, hogy hogy vezette rá, vagy el az olvasókat arról, hogy most ez a gyilkos, nem ez a gyilkos, túl sokszor emlegette ugyanazon a fejezeten belül egy szót, amitől az olvasónak alapból megragadt az az egy szó, hogy igen, ez sárga-sárga-sárga színű, és a végén kiderült, hogy megvolt ott valahol elrejtve az igazság, de mindenki a sárga színre volt ráfókuszálva, tehát nagyon jól játszott az olvasó élmével. És ezt én most kezdem belátni, és ezért nagyon-nagyon örülök annak, hogy újra elővettem ezt az írónőt, és megpróbáltam tőle olvasni, mert tényleg nagyon érdekesen, nagyon-nagyon furcsán írja le az eseményeket. De mielőtt elkezdeném, még annyi, hogy ugye Agatha Christie-nek úgymond négy részre lehet az írásait sorolni. Ugye vannak álnéven a romantikus regények, amit teljesen más névvel írt. Meg nem mondom most hirtelen fejbe, hogy mi, de álnéven írta a romantikusabb regényeit, illetve van egy nyomozóházas pár, akiről írt Miss Marple, és ugye Poirot története, Hercule Poirot történetei. Na már most én megpróbáltam a Miss Marple-os történeteket olvasni, nem sikerült. Miért nyomozóházas párt, azt még nem, és a romantikus regényeket is úgy döntöttem, hogy egyelőre halasztjuk. Mivel a Halloween és Halál című kötet Poirot regény volt, ezért gondoltam, hogy első körben a Poirot regényekkel próbálkozok, és úgy néz ki, hogy ez nagyon-nagyon bevált nálam. Én össze is szedtem és ki is nyomtattam magamnak az összes Poirot kötetnek a címét és ugye kiadási dátumát. Hát, ha jól emlékszem, megszámolva 38 darab kötetről van szó. És én ezt valahogy a fejembe vettem, hogy az évek hosszú ideje alatt elolvasom mind a 38-at. Persze ez nem most idén lesz, meg szerintem nem is jövő évben, mire ezt mindet sikerül elolvasnom, de szeretném majd valahogy, úgyhogy a TBR listám hirtelen 38 kötettel több lett. Az első Poirot történetet 1920-ban írta, ez pedig a titokzatos Stylesi eset. Ekkor ismerkedünk meg ugye a főhősünkkel, ha lehet így neveznem, Hercules Poirotval, Hercule Poirotval, aki egy belga nyomozó, és a belga rendőrségnél nyomozott, de a háború, mert minden következményében átjön Angliába, és akkor itt próbál valahogy eléldegélni. Mikor is találkozik Stylesben barátjával, Hastings kapitánnyal, aki szinte olyan, mint Watson és Sherlock. Tehát Sherlock lenne Poirot, és Watson lenne Hastings kapitány. Illetve még kettő darab fontos szereplője van a Poirot történeteknek, az egyik Miss Limon, a második pedig Jack kapitány. Ugye Jack kapitány a Scotland Yardon van, és ő az a hivatásos nyomozó, akinek szokott Poirot segíteni, vagy akitől Poirot segítséget kér. Tehát ők szépen tartják egymással a kapcsolatot, illetve Miss Limon, hát én nem tudom, hogy ő most házvezetőnő vagy levélíró, de
Minden esetre Poirot-nak a jobb keze az otthoni levélírásos házvezetési részbe. Szóval ők négyen a fontos szereplők a Poirot történetében, akik állandóak. Akit talán még muszáj megemlítenem, ez pedig Ariadne Olivers, aki nem minden Poirot történetben tűnik fel, csak így néha-néha felbukkan, és őről azt kell tudni, hogy ő Agatha Christie saját magáról mintázta, tehát saját magát helyezte a Poirot történetebe. Ariadné, ő egy krimi írónő, aki az írás nem élvezetnek, hanem inkább kemény munkának nevezi, és rettenetesen sok almát bír megenni, és nagyon szókimondó karaktere van, tehát egy ilyen tipikusan női, feminista karaktere van, aki azt mondja, hogy bezzeg, hogyha a Scotland Yardon nő lenne a főnyomozó, vagy fővezető, szóval nagyon bírom azt a karaktert, és ő nem minden történetben, de néha-néha felbukkan, vagy segítséget kér Poirot-tól, vagy ő szól neki, hogy most azonnal jöjjön ide Poirot, és segítsen, mert érzem, hogy itt rossz dolog lesz, úgyhogy őt nagyon-nagyon szeretem, amikor felbukkan a történetben. És most jöjjön az a három kötet, amit eddig elolvastam, hát igen, nem sok, de így most már nem 38, csak 35 kötet vár még elolvasásra. Tavaly ugye novemberben olvastam a Halloween és Halál című történetet, amit nagyon röviden összefoglalok. A történet arról szól, hogy Ariadne Olivers elmegy egy ismerőséhez, régi barátnőjéhez, akit Görögországban megismert, és meghívja magához ez a hölgy Ariadnét, és gyilkosság történik Halloweenkor, ugyanis egy diáklányt holtan találnak egy Halloween party után, és Ariadné gyorsan szól Poirot-nak, hogy menjen oda és oldják meg, mert fogalmuk sincs, hogy mi történhetett, és Poirot leutazik hozzá vidékre, és segít, hát nem is segít, igazából Ariadné segít neki megoldani ezt a különös ügyet, és nagyon érdekes volt maga az, hogy egyesével mindenkit végigvettünk. Tehát eddig én ilyet nem tapasztaltam, hogy a nyomozó elmegy, és mindenkit szépen leültet, és ezt mondja el, ezt mondja el, ezt mondja el. Nekem valahogy eddig így nem tűnt fel krimi regényekbe, vagy lehet, hogy túl keveset olvastam krimit, de így nem. Nem tűnt fel, és ez nekem nagyon újszerű. Úgyhogy ez volt a legelső, amit elolvastam. Ezután jött a Gyilkosság a Csendes Házban, ami egy rettenetesen vékony kötet volt, ahogy lehet venni, mert nagyon-nagyon hamar elolvastam, és bevallom, rögtön utána elkezdtem valami más, tehát túl sok emlékem nem maradt meg erről a kötetről, de azt tudom, hogy ugyanaz volt a forgatókönyv, tehát megtörtént az eset, és Poirot és Hastings kapitány kihallgattak mindenkit, és a végén ugye meglett a gyilkos. Túl nagy meglepetés nem volt, ezért is mondtam, hogy na akkor jöjjön egy harmadik Poirot kötet, és ez volt most januárban. Nem más, mint a kutya se látta, ez ugye már megvan, mert most fejeztem be, és ez egy nagyon-nagyon érdekes olyan elven, hogy azt hinni az ember, hogy a kutya valahogy rávezeti Poirot valamire, de nem, ellenkezőleg itt a kulcs megoldása egy tükörbe lejlik. És röviden ez a történet arról szól, hogy Poirot kap egy levelet, amit még áprilisban írtak meg, de már június van, és úgy dönt, hogy elmegy és felkeres a levélírót, és megkérdezi, hogy ugye miért is írt neki, meg hogy segíthetne ő neki, mire kiderül, hogy a levélíró hölgy már meghalt, ez Emily Arundel, ugye a főszereplő, hát a halott főszereplőnk, ha lehet így mondani, és nagyon furcsa körülmények között vesztette életét, amit senki nem hisz el, mert ó, idős volt és beteg, de Poirot rájön, hogy ez nem ilyen egyszerű, és elkezd megint nyomozni Hastings kapitánnyal együtt, és mindenkit egyesével végigvesz, hogy na ezzel mi történt, ezzel mi történt, ezzel mi történt, és egy tükör és egy kutya jelenti számára azt, ami miatt meg tudja oldani a rejtélyt. Szóval nagyon rafináltan és csavarosan oldja meg a köteteit Agatha Christie, és ez az, ami miatt így igazából tetszik az írónő stílusa, ami számomra is megdöbbentő. Mint mondtam, nagyon sokáig úgy voltam vele, hogy ó, én nem olvasok Agatha Christie-t, de közben mégis. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy készítek róla nektek egy ilyen videót, ami nem is inkább ajánlás, hanem inkább elmesélés, hogy milyen meglepő pár év távlatával újra kinyitni egy írónő könyvét, vagy elolvasni egy olyan stílusú kötetet, amit addig nem szerettél, vagy azt hitted, hogy nem tetszik, és milyen meglepetések lehetnek ebből. Meg hát azért ugye csak Agatha Christie, szóval elismerem, hogy tényleg hihetetlen jó írónő, és most már értem, hogy miért hallok a mai napig olyan jókat erről az írónőről.
Nyugi, legközelebb most már sokkal jobb kötettel jövök, méghozzá tudom is, hogy mivel, ez pedig a tükörjáró sorozat lesz, amiről elég bőven fogok nektek majd beszélni, nem csak én, hanem valaki más is, de előre nem mondok semmit. Ma pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk. Addig is, sziasztok! Sziasztok!